Tisztelettel köszöntöm az Alföld Televízió nézőit, ez itt a Tibiék aktuális adása. A mai vendégünk egy igazi polihisztor, vagy poliészter, ahogy szokták ezt viccesen mondani, Serfőző Attila, aki egykori boxoló, boxbíró, festő, író, költő, zarándok. Attila, honnan ez a sokszínűség? Gyerekkorodban is ilyen voltál? Már ennyire szerteágazó érteklődésű? Köszönöm, hogy itt lehetek, üdvözöllek benneteket. Nem voltam ilyen. Az irodalmat nyilván szerettem korábban is, meg a művészetet. A művészetet már úgy a genetikában is magamban hordozom, ugyanis a családban két festő és egy szobrász művész van. Ezzel nem nagyon szoktam kérkedni, mert a saját piedesztálomat figyelgetem. Ez csak vicc, nagyon büszke vagyok rájuk. Tehát a nagy bátyáim a Serfőző ágról, ők a festészet és szobrász. Feladták a sörfőzést, és elkezdtek. Ezek szerint elkezdtek nem volt annyira jövedelmező. És hát előbb a festészet jött nálam, úgy 20-25 évvel ezelőtt kezdtem el felvállalni azt, hogy festek. Addig nem. De rajzolgattál a fiúknak otthon addig? Dolgozgattam, pontosan, de például úgy volt, hogy ecsetet és festéket, tehát művészfestéket vásárolni, a fiamat küldtem el, mert nem akartam, hogy kikérdezzen a művészellátóban az eladó. Kérdeztek volna, hogy ez a négyes pasztel kéket? Igen. Tehát... És nem akartam, hogy kikérdezem, ezért a fiú ment el mindig, hogy ez kis zöldet, kéket, és vásznat, és elkezdtem alkotni rá. 4-5 évet így autodidakta módon csináltam. Volt már kiállításom is. Igen. Nekem is volt egy. A Újpesten nem. De a Újpesten egy volt. És... Nézzük, gondolom... Készültél? Magaslanul. De jó, amúgy ezért van itt ebben a műsorban az ilyen dolgok. Ebben a hónapban már nem szólal. Igen. Tehát több kiállításod is volt. Volt itt vagyunk vele minden nap szinte, de, vagy minden héten, de mi is elmentünk erre a lövőcsára. Te gondolj vele, hogy hány adás lement, már is addig készült rá. Kinek volt kiállítás, és gondolom, nekem is volt. Na, visszatér. Hát nehéz komolyan ezekkel a legényekkel, de nyilván. De nem is azért vagyunk, hogy komolyan. Tehát több kiállításod volt, te felbátorodtál és fölvállaltad. Igen, tehát volt kiállításom annak ellenére, hogy nem tanultam festeni. Tehát a festészet alaptéziseit nem tudtam. És aztán Potyók Tamás, debreceni festőművész elkezdett egy tanodát, ahova bejelentkeztem, hogy megyek én is hozzá. Tamás, talán ismeritek. Én a nevét, de személyesen. És Tamáshoz kezdtem el járni, és aztán nyilván megtanultam komponálni vászonra, meg egyáltalán a festés elméletet, hogy mi is a festészet. Egyébként azt eddig nem tudtam, hogy nem. Egyébként még mindig felvállalom azokat a festményeimet, amelyeket korábban készítettem, de érezhetően változott. Egészen máshogy kezdtél festeni utána? A kurzus után teljesen más. Tamásnak én nagyon sokat köszönhetek. Aztán még Tarnóczi Józsinál is festettem, ő is tanított, ő is rendkívül jó festőművész. Vagyis az én színvilágomat, színvilágom szerint tanított, mindkettő végső során, meg a habitusom, sok minden kell ehhez. A rétegződést, vagy a struktúrát, hogy, tehát olyan kis finom dolgokat tanultam meg tőlük, ami nélkül én azt gondolom nem festő, a festő. Korábban úgy volt az a festészet hajnalán, hogy egy festő tanonc, az ott volt a mester mellett, és a mesternél törte a színeket. Aztán olajjal fel, tehát régebben nem úgy volt, hogy bementünk a
művész ellátóba, és akkor mindent adtak. Már csak előállították magát a festéket. Előállították, és évekig a gyerek tört, és figyelhette a mester. De ő addig nem egy ecset vonát? Semmit, hogy. Aztán már voltak olyan helyek, ahová fel is vihette a saját kis színeit. Nyilván a festő műve volt, csak egy hátteret esetleg festhetett. Uh-huh. És akkor ez így lépésről lépésre, mire 15-16 éves lett, mert akkoriban azért emberek nem ilyen hosszan értek, mint most, akkor már talán meg is rajzolhatott egy-egy alakot. Uh-huh. Tehát ez így működött a világban, és azért is lettek olyan korszakalkotó nagyművészek annak idején, mert kibokszolták ezt az egészet. Tehát ez... Újra szuper, hogy átkötött meg. Átkötött a boxra. Oh, igen. Én meg a poharat féltem, mert boxoló volt, hogy le ne üsd. Miért a boxolók leütik a poharat? Nem, csak annyira mutatom. Van egy másik nem a poharat, hanem aki mellettik ült. Magamat meg aztán főleg. És egyébként a pohár az és a boxoló, az, most már értem a kontextust, mert ugye épp az italozási szokásokról beszéltünk, mármint hogy víz és hell harca az adás előtt. Tehát a művész lelked és a boxolói éned egy kicsit, nem kicsit, nagy kontraszt. Hogyan kerültél a kötelek közé? Ott mi fogott meg, és hogyan kezdtél el boxolni? 14-15 éves koromban kezdtem el boxolgatni. Elég későn, nem? A Betlenbe tornatermébe jártunk. Kovács Bandi bácsi volt, egy legendás edző. Ő volt a tanárom. Tanárom edző. Így többen ebbe a korba jártunk, tehát egy ilyen kis Mannschaft vonult, és menjünk boxolni. Menjünk. És aztán elkeveredtem egy versenyre, és még nem is voltam túl rossz. És akkor így sodort magával ez az egész, meg nagyon jó volt a csapat, tehát egy ilyen ökölvívó csapat, tehát ez szenzációs. Akkor elmentünk versenyekre, Dunántúlra, akár Kelet-Magyarországon, sok-sok helyre. Ezért is nagyon jó volt, mert azért annak idején nem tudtál úgy eljutni, mint mostan, hogy bevágod. Hát a fatel bevág az autóba, igen, és elvisz a Balcsira, hanem vidékbajnokságon voltam, először a Balaton-Keszthelyen volt a vidékban. Tehát ez nem úgy van, nem úgy volt, tehát teljesen más világ volt. És rendkívül sok barátot szereztem. Önbizalmat, az ökölvívás, tudjátok, jó sport egyébként, meg fegyelmet, azt megtanultuk. Aki nem tanulta meg, az abba hagyta. Az lemorzsolódott. És amikor ez először jó állam vágtak, akkor sem ment el a kedved? Dehogy nem. Nagyon, nagyon. De hát így. Csak visszamentél. Csak úgy. És ez, az öltözőben már helyre jöttem. Mindig érdekelt, hogy most ott többen voltatok, mondod, hogy csapatban, és mondtok, volt egy balhé egymás közt, mint mondjuk nekünk edzésen összeveszünk valamint. Ti összevesztetek, akkor verekedtetek? Á, nem volt balni. Nem mi? Ökölvívásnál egyébként ezt mindig csodálom, hogy nálatok a futball mérkőzéseken a közönség szidja a bírót, a játékost, mindenkit, aki ott lent ügyködik. Az ökölvívó mérkőzésen soha nem volt ilyen, hogy szidják a bírót, a versenyzőt, az edzőt. Mondjuk nem, akinek nem szurkol, mondjuk. Nem bántják. Biztatják a sajátjukat, tényleg. Bocskaikon is elnézem, hogy mindenki azzal foglalkozik, hogy erre figyelj, arra, te nem figyelj, azt hajolj el. Érdekes, hogy mennyire mások közeg. Sőt, még egy picit talán nagyobb nyomás alá helyezik a saját, hogy látod, a drukkolás valahogy oda megy a saját térfélre. Nem próbálják kiadni a gőzt a másik. Tehát nem irányul az ellenfélre. Ezt így nem is szeretem egyébként. A futball gyönyörű sport, meg lesz még a világ, csak ezt, hogy szidják úgy a bírót, mint az... Hát sőt, néha beleveszik a boxot is a szurkolásba. Mixelik a sportágokat. Képesek rá. És aztán miért hagytad abba? Mert ha jól tudom, kiöregedte, hány éves voltam, amikor abba hagytad? 26.
És ott már úgy éreztem, hogy már nincs tovább? Igen, meg nem voltam annyira sikeres. Annyira jó. De nem voltam annyira. Szerettem a bunyolt, de inkább úgy éreztem, hogy a másik oldalra kell állnom, a sötét oldalra. Tehát bíró lettem. Először csak itt Magyarországon működtem. Később nemzetközi bíró lettem, tehát ez már azért ugrottam az időben, ez 2021-ben, 2001-ben volt mikor bíró lettem. Ez azt jelenti, hogy ha ökövívó bíró vagy, hogy ugyanúgy fent vagy a ringben, mint a pontozó térben, sőt, olykor-olykor a... Csak te elegánsabb vagy. Csak konyakkendő. De mindenkinek van. De akik nem pontoznak. Na ez úgy történik, hogy mikor váltás van, mindig, akkor felmegy az, aki az előtt pontozott. Akkor te leülsz esetleg a helyre, hogy pihenni vagy. Értelek. Na, legalább ezt megtudtuk. És nem gondolkoztál azon, mert nyilván abba hagytad a ökölvívást, és szerettél volna a sportág közelében maradni, hogy edző legyél, tehát neked a bíró. Edzőim is, tehát közben edző is lettem. Na. Csak most ugrottunk egy picit. Hát ugra-bugra. Itt a ring. Most ugrálnék el a fél órákon, nem készültünk erre. Valószínűleg te beszólásodra nem készültünk. Az elmi csak idő. Aztán nemzetközi bíró lettem, és akkor úgy megnyílt a világ körülöttem, meg úgy szerettem is járni külföldre, külföldi bírókkal együttműködni, meg azt a világot látni, nem mindig a magyar típusú bíráskodást. És amire nagyon-nagyon büszke vagyok, gyerekek, voltam Csecsenföldön is, Graznéban bíráskodtam. Ott is jól viselték, hogyha vesztette hazai. Ott is szeretett a bírót. Mindenki, ja, mindenkinél van vissza a gyereke, de mindenki. Tehát az egy ilyen, nyugat. Mint akinek. Tényleg, mindenkinél van vissza. Itt hátul. Nálam is volt. De hát az ottani népeknek. De egyébként volt az ellátás, minden. Hát az a muzulmán típusú életvitel, amit ha az ember oda megy, akkor meg kell szokni. De egyébként barátságosak voltak? Igen, abszolút, abszolút. Leszállt a repülőgép Groznyban, egy zír oda tolatott, a csomagjainkat felvágták a zírre, és ott a terminálnak nevezett van, mert meg lebillentették. Tehát ilyen volt. Egyébként, hát ilyen egyszerű. És ez a repcsi vitt bennünket vissza is. Tehát nincs ám ilyen jövésmenés. Ja. Tehát ott még mindig megvárjunk. Olyan be van fékezve. Nem tudom, hogy azóta mi történt. 10-15 éve voltam. Azóta sem hiszem, hogy felhígult ott a fegyelem. nem lazulnak. Nem. Fegyvertartás engedélyez kötő, pisztolyodlás. Ami különleges dolog, ez volt a Grozny út, ez nekem nagyon bennem él. Mert mennyi időt töltöttetek ki? Hány napot? Azt hiszem, hogy hetet. Uh-huh. Hetet. És megnéztétek Grozny by night, az éjszakai életet? Az éjszakai életet? A nappali élet az úgy működött, hogy a hölgyek dolgoztak, tapasztották a falat. Ja, remek kis társadalom. Tehát el tudod képzelni a Grozny by night, az hogy néz. Meg egyébként is le voltunk ott teljesen zárva. Ki tudtál menni tehát a városba. Tehát a versenyhelyszín. Hát a versenyhelyszín, ott volt a szálló is, a stadion mellett, mert stadion, a versenyhelyszín, az egy körbe kerített akármi. Ki is tudtál menni, egy bizonyos kártyát kaptál, és akkor még megnéztük a piacot, hogy néz ki meg. Tehát jöhettél, mehettél, ilyen szellemváros benyomását kelt. Nem mertem volna kimenni fegyver nélkül az utcán. Miért fegyver, aki mert jól? Hát, kemény vagyok. Igen. Tehát ennyi. Fürge Joe a biztos célzó. Piszkos Freddy. Köszönjük a reklámot. Az edzőit is elvégeztem, azért, mert épp indult egy edző, egy középfokú edzői suli, és hát hadd legyen kerek a dolog. Időközben jártam le a félhetesek ilyen hobbista boxolga DVSC-hez,
és már ott nyitogattam a szárnyamért, iskoláztam a srácokkal, úgy papír nélkül, de hát nem számú hobbistáknál van szó, hogy meg elég tapasztalt vagyok már. És időközben végeztem az edzőit, és akkor a akkori edzők, mert volt több is a hobbistáknál, én ilyen segédedzői akármit vállaltam önkéntesen. Uh-huh. Ami jó volt, mert ugye egyedül nem, egy edző nem tud iskolázni a fiúkkal, iskolázni, mert nagyon szeretnek. Tehát az azt jelenti, hogy az ütéseket szabályosan bevinni. Jó lehet az zsáknál is, de az a jó, mikor az edző megmutatja, hogy akkor tényleg hogy vezest ki, figyelj még egyszer, mielőtt még felkerül a szorítóba. Tehát hadd tudja. Uh-huh. És egész jó, ügyes srácok, nagyon ügyes srácok jöttek a hobbistákból. Idős férfiakról beszélünk, 35-40 évesekről beszélünk, hogy uh-huh. annyira... Hát, hogyha jó, alany azért van, mert az edző mutatja, hogy kell. Tehát az is, már mindjárt egy iskolázottabb legyen mozgás. Legyen kedves, igen, igen. Ha. Meg sport, tehát a sport maga, és mind abból lett, most itt nektek nagyon hazabeszélek, de tényleg mind abból lett, akik leszoktak járni ilyen öreg fiú futballmérkőzésekre. Ha. Nyilván ismertek néhányat belőlük, én úgy gondolom, öreg fiú, és hogy benne volt már a vérében a sport. És az, hogy ez most nem futball, hanem ökölvívás, az itt mutatkozott meg, hogy olyan pici az a kis határ, ami ezt a kettőt, tehát mint sporton sport. Belül uh-huh. elválasztja. Hát ugyanazokat ugyanazokat a tulajdonságokkal kell, hogy legyen felvértezve valaki. Hát alapvetően a fegyelem. A fegyelem. Igen, a fegyelem, és nem adom fel. Hát, az Elszántzsai elhivatottság, igen. Kaptunk is Attilától, nem csak én, hanem a másik két műsorvezetőtársam is kapott egy kis ajándékot. Ebből is látszik, hogy Attila, két dolog látszik. Az egyik, hogy jártál az El Camino-t, megjártad 6-szor. 7-szer. 7-szer, igen. Hogy felkészültem? Most úgy jött ide, honnan. Igen, azt nem számoltuk be. Bakancsként. Azért, mert ezt még nem mondtam. Mert most a mozgó lécsét. Az a 8. Ez lehet. De mielőtt rátérnék arra, hogy Zarántok utakat jártál be, köztudat rólad, hogy prózát, novellákat és verseket is írsz. Szintén az lenne a kérdésem, hogy egy boxoló és egy festő miért találkozik az irodalommal ilyen szinten, és mikor kezdtél el írni. Ha jól tudom, ezt is tanultad később, elkezdted autodidakta módon, igen. és később tanultál is Magyar Író Akadémián. Igen, a Magyar Író Akadémián mesterkurzust végeztem. Ez úgy történt, hogy a kiállításom kapcsán... Könyv is van, kiállítás könyv. Kiállításom kapcsán a kiállítás megnyitott dr. Vitéz Ferenc művészettörténész és tanárember, író, minden, amit csak pozitívum tudok róla beszélni, rendkívül ember. Ő nyitotta meg a kiállításomat, és a meghívón egy ilyen saját kis szösszenetem volt. Oda jött is, kérdezte, hogy Attila ezt kiírta. Honnan van, aha? Ja, mondom, én, mert korábban is úgy írogattam. Azt mondja, próbálj már meg verset írni. Mondom, jó. És mi akkor... volt ez a kis szösszenet? Nem. Ja. Nem, hát ott van valamelyik megnyit, vagyis a meghívom. Elmi a két lyuk. Igen. Ne legyen ismert. És akkor az ő húszolására? Ő húszolására. Korábban is írogattál, csak szintén fióknak. Így van. És volt is novellám. Uh-huh. És azt a novellát át is küldtem Ferinek. Megnézte, hogy te ez nagyon jó, írjan. És unszolt, időközben beiratkoztam a Magyar Író Akadémiára, és igen. Ott kitől tanultál? Ugyan így jártam, hogy autodidakta módon tudsz írni, mert valahol, ha van benned egy kis zsiger, a zsigeredben van valami, akkor talán még el is fogják olvasni. De ugye ennek is megvan az alfa és az omegája, és hát nagyon sok tanárom volt. A legismertebb a Kukorelli, ugye, mert őt mindig lehet látni a tévébe, de Térei, Debrecen meghalt. Hály János.
Háj. Igen. Milyen jó, hogy felkészültem. Nagyon sokan, rendjén. Igen, tehát több ismert nevet olvastam. Nagyon, igen, hát ők átjártak a Víg Színházból, oda jártak, hát mindig. Ez helyileg hol? Vagyis a Nemzeti Színből. Ez a Művészetek Palotájában. Tehát Budapesten jártál föl. Igen. Művészetek Palotájában. Ez mennyi időközönként volt? Tehát heti egy? Két fél év volt, és minden szombaton mentünk. Aha, vagy mentem. A Loki meccs után, vagy Loki meccs előtt? Közben hallgattam. Görkapcsolás. És hát igen, ez is kellett ahhoz, hogy finomodjon az írásom. Olyan dolgokat tanultam meg, főleg novellánál, hogy amit egyébként nem tudtam volna egy-egy novellámnál megcsinálni, ezeket a trükköket. Jó, vagy erről kikérdezni. Nekem amúgy olyan kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy ezek a nagy írók, akik régen írtak és novellákat írtak meg verseket. Ma is vannak nagy írók. Hát jó, most vannak, de most nem akarok hazabeszélni. Hogy ők nem tanulták. Ez a tehetségükből jött, nem, igaz? Mindenki tanulta. Ők is tanulták? Ő mindenki tanulja. Igen? Persze. Mert én nekem az a gondolatom, hogy ők esetleg ez jött belőlük, és hogy egy művész az megengedheti magának azt, hogy ne ez is belőle ez is egy szakma. Tehát igen? Az autodidakta az kevés volt az irodalom történetben is, tehát valakinek volt, mindenkinek volt mestere, mint a festő. Van, tehát, mestere van mindenkinek. Tolstoj könnyű helyzetben volt. A Háború és békét a felesége 4-szer másolta le, mert a nyomtató volt ki a patron, és 4-szer, és a felesége borzalmas nagy intelligenciával volt megáldva, és nagyon jól írt. Tehát amit az öreg leírt, az nem feltétlenül azt olvassuk a Háború és békében. Akkor ez olyan, mint az én dalszövegem, mert írtam egy dalszöveget, küldtem Nandinak, aztán az nem ismertél rá. Létezik, a refrénnek hagyta benne a többi. De azon is finomított. Hát, hogy mennyire van, ez a legenda. Mesterkúzus. Ez a legenda, hát most vagy igaz, te lemásodott tankcsapda egyik szövegét. Igen, és azt meg átjavítottam. De mesternek kell lenni. Ha is mestered, akkor elveszett vagy. Ebben is, tehát a művészetben is van és kell is tanulni. Van kell, tanulni én nem hiszek is abban, hogy született valaki? Hogy kell, hogy finomíts. Nagyon kell. Hiába tudsz jól futballozni, kell, hogy lejár. Ja, hát az biztos, hát ezzel foglalkozom, tehát segítjük. És minden a magyar futballon. Hát, hogy még egy pár év kell. És hol, illetve hány köteted jelent meg, és hol lehet olvasni ezeket? Mert tudom, hogy internetes irodalmi portál. Ja, igen, az is. Igen, a Héttoronynak vagyok a főszerkesztője. Vagy a főszerkesztője? Hát akkor ja. Egy sör mellett majd még bejátszom az én novellát. Nagyon nézd bele. De jelent meg néhány 6-7 kötetem. Hát kötet, vannak, amelyik nem nevezhetném kötetnek, hanem inkább kiadványnak, de vannak ilyen vastagabbak is. Tehát már ezeket többnyire magános kiadásban igen szoktad. Akivel együtt jártam Íróakadémiára, egy srác, egy Szolnok miskolci barátom, és hát, én a múltkor a barátomnak a nevét se tudtam. Úgyhogy egy eltévenni, hogy Miskolc. Elhívtam műsorba, aztán csodálom, hogy a Miskolc eszembe jutott. Lehet, hogy nem valahol, csak az ja, most, de is rúgatok, tudod? Nem tudnak utána nézni. Nem tudj, ez a serfőző, azt azért megjegyzett. A főzőben bajba vagyok. Igen. Tehát vele csináltatok egy Kft-t tulajdonképpen. Nem. Hát ő segített ebben, hogy működik a nyomtatásban, a kiadó Kft. Volt, hogy az én kiadó Kft-m adta ki az övét. Tehát ilyen végül is ez nem
kerül semmivel, csak oda van, meg ISBN. ISBN számot meg mindenki kérhet. Persze, tapasztalatból tudom, hogy így nincs gond. Nagyon kis példányszámban, és nagyon saját büdzséből csinálgattam, ezt inkább hobbi, de... Mondd már el a könyveidnek a címét, mert akkor legkis reklámotok. Majd kiérjük a lukat. Hát már itt fut. Tibi ott fut, a reklám itt fut. Adója 1%-et adja Tamás Nándinak. Az éhező íróknak. Meg, tehát könyvtáraknak küldtem egész Magyarországon. Küldtem mindenkinek két tiszteletpéldányt, amit meg is köszöntek, tehát bevették. Akkor a Széchenyi, tudod, a nagy gyűjteménybe, oda ugye kötelező, oda kötelező példányokat. Meg, tehát így nem árulok. Az interneten láttam néhányat, de az nem tőlem van, hanem valaki. Valójában ez egy önkifejezés, és nem egy üzleti nekem nem. Örülök, ha nagyon boldog vagyok, ha elolvassák, mert a gondolataimat. Na és Attila, akkor végül térjünk már arra a szintén érdekes vonásodra, hogy 7-szer megjártad a El Caminót. Mi volt az, ami miatt elindult először, és miért ismétled ezt meg akkor időről időre? Megvallom őszintén, hogy fogalmam nem volt, hol van Santiago de Compostela, mivel Santiago, én azt gondoltam, valahol Dél-Amerika, ugye? Chile. Valahol ott, mert Santiago több van a világon, persze, ugye, hát valahol. De azt tudtam, hogy oda zarándokolnak emberek, és egy reggel úgy ébredtem, hogy az a Santiago engem annyira érdekel. Hogy... Csáss meg, ez melyik évben, vagy mikor volt ez? 2013-ban. Uh-huh. 12-ben. 12-ben, mert 13-ban indultam el áprilisban. Uh-huh. És 12-ben, hogy ezt meg kell nézem, internet, és egyre nagyon belelováltam magam, hogy Istenem, ez annyira tetszett, hogy próbáld már meg magad, meg ezt meg kell, neked ezt meg kell csinálni. És volt Budapesten egy Camino klub, felhívtam a srácot, aki annak a vezetője, ennek a klub vezetője, és beszéltem vele, rendkívül készséges volt, elmondott dolgokat, rendeltem egy címkét, vettem hátizsákot, rendeltem, szépen készültem. Ruhákat, amilyen bakancsot, mondták, hogy legalább fél évig törjem, hogy azért közel 800 kilométer a Saint-Jean-Pied-de-Porttól Santiago-ig, mert a francia utat csináltam először. De nem is éreztem azt, hogy én ezt nem fogom tudni csinálni, ugyanis akkor elég sűrűen lejártam ökölvívó edzésre. Tehát gondiban éreztem. Jó, rendben is voltam egyébként, rendben volt, hogy nem hiszem, hogy ez egy gond volt, bár nem voltam az a gyalog művész, soha nem gyalogoltam, de hát menet közben ugye megkeményedek. Uh-huh. És eljött a nap, tehát 2013. április 17. 14 az a mi napom, nem? Vagy 14 volt, nem hülyeség. És Tibor nap. Igen, csak azért adásnak a... Elindultunk. Na, kéne műsort felvenni. Persze. Elmondhatja? Elnézést. Hol tartottam? Igen, ja, megérkeztem. Eljött a nap, és azelőtt nem volt a hátizsák a hátamon, gyerekek, higgyétek el. Tehát akkor vettem hátizsákot, mikor indultam. Kimentem repcsit, leszálltam Párizsból, Bayonne-ból, busszal Saint-Jean-Pied-de-Port. Ez egy kis település a spanyol határon. Ez még francia oldal. Csak ez a start. Mindig ez a start. Késő este érkeztem busszal, ott a buszállomás, vagy kis állomásszerűbe. És ott már leszálltak, néhányan, hárman szálltunk le. Csak én őket korábban nem láttam a buszról, mert sötét volt. Leszálltuk a buszon, látom, ők is hátizsákos emberek, és az egyik nagyon nyomta a rizsát, egy olasz gyerek volt, és tu camino, kész fogás, bemutatkoztam,
menjünk együtt, keresünk zarándokszállást. Uh-huh. És akkor mentünk az utcán, ki van téve, tehát azt úgy lehet megismerni, hogyha egy nagy kagyló ki van téve, az ott valami köze van, és ki volt jelölve, hogy Albergi, a zarándokszállásnak a neve, talán már azt hiszem, talán már tudtam is. Megnyomtam a csengőt, és akkor németül mondtam, hogy könten sie mal aufmachen, hogy álmosan beengedett bennünket egy hölgy, nem tudott németül, nem azért, hát gondolt, hogy zarándokok jöttek, meg hát ők tudják, hogy akkor érkezik egy busz, hogy most még be kell. Bevitt bennünket egy ilyen nagy terembe, rakjuk le a cuccánkat, aludjunk, majd reggel intézünk mindent. És akkor így indultunk el. Reggel meg már nem voltatok, ott leléptetek. Jó kis, hát rendesen még ott megreggeliztünk, aztán elstartottunk Spanyolország irányába, és aztán beleigazottunk, belenőttünk, hogy a sárga nyílat kell nézni, hol tudtunk inni egy cappuccinót, az első szállás, a zarándok szállás. Úgy meg igen, hát, igen. Összebarátkoztunk. Hát. Végül is mi ketten maradtunk az olaszszal, a másik az amerikai srác, az visszamaradt, elkezdett piálgatni, és ő visszamaradt. De én nem is csináltam meg. És hány nap alatt tettem? Úgy emlékszem, 25-26 nap alatt, ez a közel 800 kilométer volt. Ez a legjobb útja, vagyis ha valaki elkezd, egyébként mindig propagálom a Caminót, ezzel indítson mindenki a francia úttal, mert bejárt, megvannak a csapások, nem fog eltévedni. Sok bár van, ez a bár az olyan hely, ahol kajálni tud, meg inni valamit. Sok zarándokszállás van. Kicsit komfortosabb ez a része, ez az útvonal, mint a többi? Igen, nem igen, valamelyest, igen. Ugyanis én voltam az Északin is, meg a leghosszabb 1000 kilométert mentem Sevillából, nem talált, tehát még mennem kellett 10 kilométert, mert nem volt szállás, szét voltam már sülve, mert alul ugye nagyon meleg volt, fent meg esett a hó, tehát ért engem már minden hideg-meleg. Attila, ennek a műsornak a legnagyobb problémája az időkeret, mindig szeretnénk tovább beszélni, egyetlen egy percünk sem marad, de mégis, ha mérleget vonsz, mit adott neked a Camino, mit ad neked, miért érdemes elindulni? De tényleg csak egy percünk van. Nem voltam nagyon fegyelmezett ember, fegyelmet tanultam, meg azt, hogy nem kell mindig vakon kiborotváltnak lenni, meg nem is biztos, hogyha tudtál fogat mosni, itt van nagyon pedantéria, és mégis végig tudtam menni az úton, lekoszolódva, büdösen, mert nem tudtál fürödni, mert olyan volt. De inget lehet gőzölni, mert akkor Tibi el se indul. Úgy emlékszem, nem. Tehát fegyelem is a komfortzónából. A komfortzónából. Kilépés, és hogy anélkül is lehet élni, amilyen kis keretek közt élünk. Sőt, nagy esőben nem fázol meg. Esett rám 10 napig az eső a délen, és zuhogott az eső reggel, nem is szárítottam meg a ruhát, mert úgyis csupa víz voltam, és nem fáztam meg. Igen. Ismeritek valószínűleg ezt az érzést, mikor már a villám sem tud belé csapni, mert annyira nomádban annyira kemény lettél. Igen. Attila, köszönjük szépen. Én köszönöm, nagyon hogy jól beszélgettünk. Köszönjük. Tisza Tibor, Dombi Tibor, köszönjük szépen. Ez volt a serfőző Attilával készült műsorunk. Nem keverem át a serre. Bor nem iszta Gergelyt, meg serfőző Attila. Ezt a kettőt nem mondanám, hogy összekeverem. Köszönjük szépen a figyelmet. Egy hét múlva újra találkozunk. Minden jót, és Tibikém, mondd el, hogy... Rakd meg róla. Köszönöm.